Ebben az évben már vannak olyan növekedési elemek, mint például a gépipar, az autógyártás, az építőipari eredmények, amelyek előrevetítik a gazdasági fellendülést. A nyári időszakban pedig a turizmus és a vendéglátás miatt jelentős növekedés várható. Ez nem csak az előző évi adatokhoz, hanem a korábbi évekhez képest is jobb eredményeket hozhat. Az autógyártás az, ami a magyar külkereskedelem bevételének több mint 40%-át adja. Ezek nem érintik a megyénket, ezek az autógyárak. Viszont vannak olyan területek, ahol nálunk a megyében a kedvezőtlen helyzet sem ront olyan nagyot, mint például a mezőgazdaság feldolgozóipar, az élelmiszeripar. Ugye a mezőgazdasági termelés az időjárás függvényében növekedhet vagy csökkenhet, de ezen termelést a vírus nem befolyásolta. És nem is fogja befolyásolni. Megyénkben a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó feldolgozó ipar biztosan tartani fogja a korábbi szintet, az építőipar pedig idén komoly húzóágazat lehet. Ez utóbbiban a bekövetkezett drágulás még inkább elősegíti a gazdasági növekedést, ez azonban nem a teljesítményből, hanem az áremelkedésekből adódik. Ez a gazdasági eredményeket kedvezően, a lakosság pénztárcáját azonban kedvezőtlenül érinti. A közgazdász szerint nem elsősorban Magyarországtól függ, hogyan teljesítünk és mikor lábalunk ki a nehéz helyzetből. Magyarországon akkor lendül a gazdaság, hogyha a német gazdaságban is fejlődés történik, növekedés történik. A német gazdaság pedig az amerikai gazdaság függvénye. Tehát ha Amerikában megindul egy növekedés, akkor várhatóan megindul Németországban, és ez majd a magyar gazdaságra is kihat. Egy másik oldalról energiában az viszont a keleti áremelkedések, vagy az olajnak és a gáznak a világpiaci árváltozása az, ami jelentős szerepet játszik. A vendéglátás és az idegenforgalom fellendülése azonban tőlünk függ. A szakember szerint az újraindítás nem lesz egyszerű.